Az eseményre meghívást kaptak Keszthely elöljárói, az intézmények vezetői és a környékbeli polgármesterek. A fogadáson dr. Siftár Rózsa főispán hangsúlyozta, 2024-ben is lesz teendő bőven. Idén két választás is lesz, melyeken sok múlhat. Úgy fogalmazott, a konzervatív erők megtartása lesz a fő szempont. Kiemelte azt is, hogy a kormányhivatal és a térség, így Keszthely között is jó az együttműködés. Fontos fejlesztések valósultak meg, melyek az egész régióra hatással lesznek. Ilyen például a fenékpusztai Festetics-Major megújulása. Turisztikai szempontból is erősíti a vármegye az ország vonzerejét, természetesen Keszthelyét kitüntetett módon. Jó hírrel zártuk a tavalyi évet, Keszthelyen történt ugyanekkor bejelentése az M76-os út építésének folytatásáról szóló kormányzati döntésnek, vagyis az M7-es autópályát és Zalaegerszeget összekötő gyorsforgalmi út befejezése is ebben az évben kezdetét veszi. A Ninger Jenő polgármester beszédét megelőzően megköszönte a leköszönő dr. Kató Csabának, hogy főigazgatója volt a kórháznak. Az életkori megkötések miatt mentették fel posztjáról, de gyógyítói tevékenységét folytatja az egészségügyi intézményben. Szolgálati teendője miatt a főorvos nem tudott részt venni a rendezvényen. Az új megbízott igazgató, dr. Gitt Andrea vette át nevében az ajándékot. Ezt követően a város első embere úgy fogalmazott, nehéz év volt 2023. Az energetikai intézkedések mellett sok beruházás is elkezdődött vagy megvalósult. Jó hírként közölte, hogy nőtt a Keszthelyen töltött vendégészakák száma, mellyel a város ismét visszakerült a turisztikai térképre ebből a szempontból is. Nagyon meghatározó volt a kormányzati kisfaludi program, amely keretében ugye a Helikon szálló újra nyitott, illetve egy új szálloda, a Sirius szálloda nyitott meg, de én azt gondolom, a város is hozzájárult, az önkormányzat, ahogy lehet, ahhoz, hogy olyan események legyenek, amelyek növelik a vonzerejét a városnak. Ilyen volt például a Keszthely Fest, ahol négy napig tele volt a város, és nagy mértékben ma már ugye ahhoz, hogy sokan jöjjenek el egy helyre, a kommunikáció, a városmarketing rendkívül fontos. Itt folytattuk a korábbi fejlesztéseket. Kiemelte, hogy régi álom valósult meg azzal, hogy utcát neveztek el Rejsöl Imréről. Nagyon fontos volt a református templom és parókia fejlesztésének befejezése. Diplomáciai eseményként testvérvárosi szövetséget kötött Keszthely a grúz Batumival. A polgármester a sporteredményekről is beszámolt dr. Iglódi Endre összeállítása nyomán. Szó esett arról is, hogy egy felmérésből kiderült, hogy a városlakók többsége elégedett azzal az irányjal, amerre halad a város. Idén befejeződik a Helikon Park rekonstrukciója, és még több fát ültetnek. Örömmel tájékoztatott arról is, hogy Keszthely jól szerepel a zöld város felméréseken. Manninger Jenő az idei feladatokról is beszélt. A következő időszakban Keszthelyen a területi operatív program előkészítésével foglalkozunk, és avval kapcsolatban már, ahogy ismertettem, lesznek remélhetőleg minél előbb megkezdődő beruházások. Ez igazából a sétány fejlesztését jelenti a Balatonparton, a futballpálya helyén a strandnak a bővítése zöld területek megtartásával, és a régi elavult kiszolgálóhelyek helyett egy új pavilonrendszert szeretnénk létrehozni. Szó esett arról is, hogy a belvárost is fejleszteni fogják, több parkolót létesítenek itt. Az esemény végén kocintással köszöntötték az új évet a résztvevők.